Nem csak az udvar, hanem az egykori iskolaépület belső terei is megújultak a Kiskassáért Német Egyesületnek köszönhetően a közelmúltban. Az ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonában van, és itt kapott helyet a német önkormányzat is. A leromlott állapotú épület felújítására a magyar államon keresztül a Bethlen Gábor alapkezelőtől nyert 500 ezer forintot az egyesület. Ez valamikor az iskola épülete volt, Kiskassán ugye volt iskola, és ez az egyik nagy terem volt az iskolában. A másik felén is volt ilyen, itt volt a tanítói lakás is, ugye az a másik oldalon volt. Tehát valamikor Kiskassának egy nagyon jó iskolája volt, nagyon jó tanárokkal, legalábbis a visszaemlékezők, ugye az idősebbek mondták, hogy igen, ez a tanítóbácsi, az a tanítónéni. Tehát sajnálatos, hogy annak idején a 60-as években megszüntették a kisiskolákat. Az épületet egy helyi mesterember festette ki olyanra, mintha egy kastély belső lenne. A felújítás során törekedtek arra, hogy az eredeti állapotot állítsák vissza. A festés után először a padozat és a géppark újult meg, novemberre pedig felújították a közösségi helyiségek ablakait, szintén Magyarország kormányának támogatásával, a nemzetiségi beruházás keretein belül. A réginek megfelelően, tehát hogy megmaradjon a könyvtárrész, legyen egy ilyen kis foglalkozásra alkalmas kis sarok is. A gyerekeknek, a kisebbeknek ugye székek, kisasztal, ahol a kézműves foglalkozást lehet velük csinálni. És hát a számítógépeknél ugye ott a nagyobbak szoktak jobbára, tehát megpróbáltuk egy ilyen mindenfélének visszaállítani, ahogy volt is korábban, meg hát ahogy a gyerekek érdeklődnek, vagy a felnőttek kívánsága szerint, tehát egy kicsit ugye a falut interjúvoltuk meg, hogy mit szeretnének, mi legyen, mire van szükség, azt szerint rendeztük újból be. A gyerekek délutánonként és hétvégenként szívesen látogatják az intézményt. Hát tulajdonképpen ez egy közösségi szintér itt a faluban, tehát nem csak teleház, nem csak német klub, nem csak klubkönyvtár, hanem a kézműves foglalkoztató is itt zajlik, ahol óvodáskorú meg általános iskolás alsós gyerekek különböző dolgokat csinálnak, azért vannak itt ilyen kis székek, meg kis asztalkánk, és ilyen különböző kis az ő korosztályuknak megfelelő dolgokat próbálunk velük csinálni. A Kiskassáért Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat további múltmentést is tervez a templomban és környékén. Szerintem a környék egyik legszebb temploma. Nem csak azért, mert a miénk, hanem azért sok helyre el szoktam menni, és hát mindig utána megcsodálom a miénkét. Ráférne a renoválás a falfestményekre is, az oltárképre is, de hát ehhez nagyon sok pénz kell. Ezt mint régen ugye a falu lakossága összeadta a pénzt, de ez ma már nem megy. Most várjuk, hogy talán lesz olyan pályázat, amikor több milliót tudunk nyerni ahhoz, hogy ezt újra renováltathassuk. És akkor az orgonánk, ami szintén ebben az évben újra hangoltattuk, megtisztítottuk, gyönyörűen szól, és búcsúkor egy orgonaművészt hívtunk, aki megszólaltatta, és azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes orgona, és ha hozzájárulunk, ő nagyon szívesen készítene itt felvételt. Persze örültünk neki, és mondtuk, hogy nagyon szívesen látjuk, hogy reméljük is, hogy készül egyszer egy olyan felvétel, ami a mi orgonánk. Közvetíti.